Hát üdvözlök mindenkit újfent, szép napot kívánok mindenkinek. Szeretnék mai nap bemutatni egy újabb rábát, amit készítettem. És egyúttal a bemutatóval együtt meg is osztani. Ugye a múltkori 831-es nyerges után most jön a 832-es rába, ami reményeim szerint tetszeni fog mindenkinek is, sokaknak örömet és jó játékot fog biztosítani. És amit a 831-esnél ígértem, hogy a 832-essel már járni fog a pótkocsi is, ő lesz az, őt is megtaláljátok a modban. Hát csináljunk úgy, mint az UFO-k, és teleportáljunk bele a gépjárműbe, amit meg is találtunk hirtelennyében. Nálam Hobart az, hogy csináljam bele a ugye, napellenzőt, a belső világítást, ha éjszaka játszik a emberke. Ugye működnek a IC-k, működik minden. A tükörállítás a 831-nek megszokott módon ugyanúgy működik felle, jobbra, balra. Hát, próbáljunk, álljunk rá, ponyvázzuk le, mert úgy mutatjuk be majd, hogy a terményszállítást és a bálaszállítást is. Így, tolassunk rá. Úgy, és ne is húzzuk az időt, hanem menjünk el a telephelyre. Hogy a bemutatónak ugye az a része, hogy a termények szállítása és működése. Sajnos azért szaggatódzik ennyire a kormányom, mert billentyűzetről vezérlek jelen pillanatban, mert a kormányt egyelőre nyugdíjba helyeztem, de kormánnyal sokkal élvezetesebb vezetni, életűbb, ugye a pedáloknak köszönhetőleg meg mindennek, de menjünk és próbáljuk ki a termény, hogy dolgozik a terménnyel. Ugye töltsünk bele múzát. 1000 a térképen azért ügyesebben van megoldva a töltés, mert nem pikpak 2 másodperc alatt megtöltődik. Csak nem biztos, hogy lesz annyi. Nincs annyi a tárolóba. Na, mindegy. Irányjelzünk állandóan, ha kell, ha nem. Akkor menjünk és ürítsünk is le, hogy a terményürítését is rendesen lássuk, az animációját, mindenét. Váltsunk vissza a gépre. És ne hátrafele billentsünk, hanem billentsünk ugye, akarom mondani, ürítsünk bal oldalra, mert hátrafele kicsit furcsa lenne. És már eleve át is váltunk a pótra, vagy azt is le tudjuk üríteni, annál is kiválasztjuk a
balra történő ürítést, mert ne. Én jobban szerettem világ életembe balra üríteni, mert azt szemmel tudtam tartani, bár én inkább billencsekkel jártam. Hát akkor nézzük meg a bálo rakodást, mert ugye benne van az automata felszedés. Válasszuk ki a körbálát, és rakodjunk fel. Nézzük külső nézetből, hogy dolgozik a kicsi. Az a baj, hogy adunk egy kicsit az élethűségnek, mert ilyenkor már hátrafele kéne guruljon a bálának, ugye a platón, de hát mi csináljunk, ez csak egy játék címszóval, de ha nem automata bála felszedést használtok, hanem homlokrakodóval vagy teleszkópos rakodóval pakoljátok, akkor az teljesen másabb, mert odarakjátok a bálát, ahova nektek szimpatikusabb. De én úgy vagyok vele, hogy mivel hogy szeretek bálákat rakodni bent telephelyen, akkor ne legyen azzal is az időhúzás, hogy még oda is ki kelljen menni homlokrakodóval, pedig biztos szebb lenne. Hoppá, elfelejtettem átváltani. Elfelejtettem ott is kiválasztani. De mindegy, gyors, javítottuk a hibát. Hogy az rendben legyen. Hát reményeim szerint ugyanúgy fogjátok szeretni, mint hogy én, és készítettem nektek szeretettel, mert ugye nekem hóbortom az, hogyha valamilyen jármű vagy ugye mod, ami haszontalan, tehát televeri a logot hibával, vagy nem úgy működik, mint ahogy legalább az élethűségnek 75%-a meglegyen, akkor az már szerintem nem is jó, nem is érdemes bent tartani a modok között, mert az, hogy csak szemetelje a logot és szaggassa a gépet, levegye az FPS-t, meg atomerőműkéljen hozzá, azt én nem szeretem. Szeretem, hogyha valami normális, tökéletes és lehetőség szerint az élethűségnek nagyon ott legyen. Anyuszi, rúgja meg, még kéne egy bála. Na, mindegy. Sőt, nem is egy, hanem még három bála kéne, de ezek szerint keveset készítettem. Na, mindegy. A bemutató, tehát hogy mit tud, arra elég ez a bála mennyiség is, hogy lássátok, hogy dolgozik, mit csinál.
Ugye kiválasszuk, hogy hová rakjuk le a bálát, és szintén ezzel lehet emelni a J, mint János betűvel, a Nórával, a N-nel lejjebb tenni, hogy egymás tetejére lehessen rakni a bálákat. Ja, elfelejtettem a pótkocsiról kikapcsolni a bála felszedést, és már rögtön el is lopott egy bálát, a kis huncut, na mindegy. Megpróbálunk odaállni, és akkor úgy lerakni a bálát, hogy az normális legyen. Ja, hát igen, sajnos ezért szoktam inkább szimple IC-t használni, mert a figyeltétek a N betűre, amivel emeli a bála magasságot, az sajnos elkezd így rosszalkodni. Na mindegy. Kicsikét módosítunk a úgy. És ha jól tudom, az E betűvel nem, A betűvel nem, L betűvel nem, O-val. O-val hova megy? Előre megy. A P betű az nem kellett volna. A K hátra hozza, igen. Az L nem viszi sehova. Hát mindegy, megpróbáljuk így lerakni, hát hogyha neki vágja, igen. Gondoltam, hogy ez lesz belőle, de előbb-utóbb az embernek ugye rááll a keze, és oda rakja, ahova ő akarja, ahova ő neki szimpatikusabb, és ahova ő neki tetszik. Szerintem, ami ezen az autón működnie kell, az minden működik, mert megpróbáltam úgy megcsinálni, hogy működjön. Minden animálva van, minden jó legyen. És ami a lényeg, és fontos, legalábbis én nekem, mindig fontos, hogy a logót ne verje tele szeméttel, mert azt senki nem szereti, hogy tele van szeméttel. Elfelejtettem aktívá tenni. Nyuszi vigye el, ugye a Simple IC-t, mielőtt indítottam volna a játékot, mindegy, benne van a Simple IC, kintről lehet nyitni az ajtót, lehet billenteni a fülkét, ugyanúgy, mint hogy a 831-en, lehet nyitni az oldalfalakat, mit lehet nyitni a szerszámos ládát, mert azt elfelejtettem mondani, hogy a 831-ben is nyílik az is. Hát szerintem ő ilyen lett, mert elnézést, mert így kell, hogy legyen. Megnézzük, a világítás is rendben van rajta. Igen, a rendszámtábla megvilágítás is rendben van. Egy kicsit két megkopott a 71-es, a 7-es és az 1-es, na az nem érdekes. A lényeg az, hogy működik, logtiszta, és mindenkinek élvezetes játékot, és sok-sok boldogabb percet, vagy boldog percet kívánok vele. Használjátok egészséggel, és sok játékban szereplő képet osszatok meg, hogy lássam, hogy használjátok és szeretitek. Ennyi mai napra. A következő alkalommal szerintem akkor fog jönni a
megosztása a többi lábának, mert csináltam 8.33-ast, 31-es nyergest, 33-as nyergest, csináltam egy párat, azokat következő alkalommal osztom meg, következő alkalommal készítek róla bemutató videót, hogy lássátok, hogy mik, hogy mennek, és reményeim szerint nem fogom elfelejteni a Simple IC-nek a aktiválását is a mód kiválasztás során. Még egy, amit elfelejtettem mondani, itt a reklám helye, hogy ez a tolató kamera hátranézetet, ha keresitek, úgy keresetek rá, hogy reversing kamera. Én előszeretettel használom, mert ugye belső nézetből szeretek vezetni, mert legalább előjönnek az emlékek, és ez hálás kis alkalmazás, hálás mód. További szép napot, mindenkinek erőt, egészséget kívánok, köszönöm, hogy megtekintettétek a videómat, legyen mindenkinek szép napja. És ugye még le kell állítani a játékot. Reményeim szerint hamarabb megtörténik. Így, oda, ott bezárjuk, mert elég nehézkesen akar kilépni, de így jó. És ennyi. Sziasztok!